Sziasztok rajongók, üdvözöllek az akadémián! Nos, kisebb lázadás tört ki az előző klónokat bemutató videó alatt, amiért a szavazás lehetőségek közé olyan népszerű karakter került be, mint Rex százados. Teljesen igazatok van, belátom. Nincs esélye egy olyan kevésbé népszerű karakternek, mint CC5052, egy olyan híres karakterrel szemben, mint Rex százados. Ennyi erővel ki is jelenthettem volna, hogy a következő ő lesz. Igazatok van, és elnézést kérek. Kárpótlásként pedig akkor most következzen a két szavazásban is ezüstérmes CC5052, vagyis Bly parancsnok élete. Mostantól igyekszem majd a videók alatt a kánon és a legendák tartalmait is külön jelölni, tehát a már megszokott módon, de kicsit módosítva a kánon tartalmak is jelölésre kerülnek. A videó végén pedig majd egy kis szavazás is helyet kap, csak mert tudom, hogy szerettek szavazni. Szóval kezdjük is el Bly parancsnok történetét. CC5052 is úgy kezdte az életét, mint a többi testvére. Egy kaminói lombikból született, és élete korai gyermekéveit, amik a gyorsított növekedési módosítások miatt alig pár évig tartottak, ott töltötte az óceán bolygón. Tanult és gyakorlatokra járt, mint mindenki más. Ahogy kirobbant a klónok háborúja, őt is a harcmezőkre vezényelték a többi katonával, hogy harcoljon a köztársaság oldalán. Az első klónok közt volt CC52 is, aki bekerült az ARC programba. Itt Alpha 17-es akasztotta rá a Bly nevet, melyet aztán később már úgy használt, mintha a keresztneve lenne. A program célja egy olyan klóngeneráció kiképzése volt, akik képesek a kereteken kívül gondolkodni, függetlenebbek lenni és azáltal még hatékonyabbá válni. Mivel parancsnokká vált, így az ő szerepe lett a kommunikáció lefolytatása a klónkatonák és a Jedi tábornokok között. Bly a 327. hadtestbe lett beosztva, mely a második szektor hadtest része volt. Ő személyesen a Jedi tábornok Ayla Secura irányítása alá került, akivel aztán a háborúk során közeli barátságba került. Yavin előtt 22-ben aztán olyan túlerővel került szembe a flottájuk, amivel nem bírtak, és már a puszta életük volt a tét. Segélyhívást küldtek hát a közeli Quell rendszerbe. A segélyhívásra oda siető erők Anakin Skywalker tábornok és Padawanja Ahsoka Tano, valamint a hozzájuk tartozó klón CT-7567 segítségével végül is sikerült megmenekülniük, az őket szorongató szeparatista erők markából. Viszont az akció folyamán Skywalker tábornok súlyosan megsérült. Mivel sürgős ellátásra volt szüksége, Bly segítette a Resulate-hoz való dokkolás kivitelezését. Azonban a hajójukon egy találat miatt hirtelen aktiválódott a hiperhajtómű, és a dokkolás előtti pillanatban szinte azonnal fénysebességre ugrottak. Bly észrevette, hogy a nagy rohanásban rossz koordinátak kerültek betáplálásra, és egyenesen egy csillag felé tartanak a hajójukkal. Nem volt más lehetőségük, mint lekapcsolni mindent a hajón, köztük az Anakin életjeleit fenntartó gépet is. Mivel a hiperhajtómű vezérlője megsérült, így vagy ez a kockázat, vagy az, hogy mind meghalnak a csillagnak ütközve. Megúszták a csillaggal való találkozást, viszont a közeli planétát már nem volt esélyük elkerülni. A hajó annyira megsérült, hogy kényszerleszállást hajtottak végre. Itt aztán sikerült értelmes faj nyomaira bukkanniuk, de szét kellett válniuk. Rex Anakin mellett maradt, hogy védje őt, amire szükség is volt, ugyanis megtámadta őket egy négy lábú ragadozó madárféle, a Mastiff Falone. Csak egy kicsi múlt mindkettejük élete. Eközben Bly parancsnok, Ahsoka Padawan és Secura mester már úton voltak, azonban ők is szembe kerültek egy csoportnyi ilyen fenevaddal. Bly leterített egyet egy pontos lövéssel, mely elegendő volt ahhoz, hogy eljessze a másik két bestiát is. Azonban három beosztottja, azaz három testvére, Cameron, Lucky és Flash életét vesztette. A dögök egy harapással eltörték a nyakukat. Nem volt idő gyászolni, és tovább kellett menniük. Sikerült végül aztán a Lurmanek segítségével Skywalker tábornokot is biztonságba helyezniük, de nem volt könnyű dolguk. Ahogy Bly pihent kicsit a Lurmanek falujában, észrevette, hogy két helyi nehezen boldogul az ételük pakolásával, ezért segített nekik. Cserébe egy jogán gyümölcsöt adtak neki a benszülöttek, melyet aztán ő büszkén el is fogyasztott. Azonban nem sokáig élvezhette ezt a kulináris ínyentséget, ugyanis hamar bejelentkezett Rex is, aki épp őrt állt. Nem jó hírei voltak, egy szeparatista droid szállító közeledett épp. Akárhogy is, a helyiekkel összefogva megmenekültek, és végül elhagyhatták a bolygót is, amikor Wolf Yularen admirális hajója megérkezett. Később Secura mesterrel csatlakoztak Luminara Unduli mesterhez és CC-1004, vagyis Gree parancsnokhoz egy ügy kivizsgálásában az Azok 3 felszínén. A szeparatista aktivitás pedig nem más, mint maga a bűnözői nagyúr Jabba a Hutt jelentette be. Teltek múltak az évek a háborúban, és a geonózisi ütközet után 17 hónappal még mindig Secura mester oldalán harcolt Bly.
A 327-esek épp az új Holst Tyson küzdöttek. Itt Bly-nak és embereinek sikerült egy teljes mandalóri őrosztagot meghátrálásra kényszeríteni, bár igaz, hogy a 327-esek végül súlyos veszteségeket szenvedtek. Ezután a Honokra küldték őket egy biológiai fegyver nyomait, a Trihexelofin 1138-at kutatni. Félő volt ugyanis, hogy a Nabu ellen akarják bevetni. Sekura mester és Bly parancsnok az embereikkel próbált eljutni egy lezuhant hajóhoz egy Rakatán templom közelében. Rajtuk ütöttek a Nogri harcosok és ezért a templomba menekültek. Itt a harcot végül a helyszínre érkező Quinlan Vos mentette meg. Bly rögtön észlelte, hogy valami nem stimmel vele. Észrevette, hogy Vos mester már szövetségre lépett Dooku gróffal. Bár, mivel Sekura mester megparancsolta, hogy ne tüzeljen rá, így ő azt nem tette. Éla Sekura, aki egykoron a vele szemben álló Quinlan Vos tanítványa volt, remélte, hogy a Vad Jedi csak kettős ügynök és nem árult el a köztársaságot. Azonban, miután az információkat kiszedte belőlük, fordult a kocka. Ahogy Sekura a csalódottságában aktiválta fénykardját, Bly is rögtön tüzelni készült, azonban az áruló Jedi egy mozdulattal az erő segítségével a falhoz vágta a klónparancsnokot. Bly eszméletét vesztette. Kicsit később, ahogy magához tért, Sekura és Vos már javában harcoltak. Nos, igazából az áruló látszott felülkerekedni, és egy utolsó csapással végezni akart az egykori tanítványával, Bly parancsnok tábornokával. CC-5052, ahogy feleszmélt és észlelte a helyzetet, kábultan ugyan, de nagy nehezen megragadta a fegyverét és sikerült vállon lőnie Vost. A második lövése pedig már fejre ment. Meghúzta a ravaszt, nem tétovázott. Azonban, mielőtt elérhette volna a lézernyaláb, az áruló Vost koponyáját Sekura mester hárította a lövését. Nem akarta, hogy meghalljon egykori mestere. Vostnak ennyi elterelés pedig elég is volt, és mivel megsérült, így nem akarta folytatni a harcot. Gyorsan elmenekült hajójával, a Scorpionnal. Ahogy visszatértek, a jelentésbe annyi került, hogy a küldetés nem sikerült. Ezt követően Bly és a 327-esek kilettek vezérelve az AL-5-re. Itt Bly előléptette a szolgálataiért CT-65/91-62-10-est, vagyis Davist parancsnokká. Ugyan nem részletezném tovább a küldetéseiket, mert ez a videó sosem érne véget, de végül is ezeken túl még részt vettek küldetésekben a Saleucami és a híres Endor világában is. Yavin előtt 19-ben, aztán a Felúciára vezényelték őket. Egy szeparatista vezető Shu Mai nyoma után kellett kutatniuk. A parancsnok számára megérkezett a Comlinkin az üzenet a főkancellártól. Bly parancsnok, az idő elérkezett, hajtsa végre a 66-os parancsot. Ahogy elhangzott a parancs, mintha csak egy idegen lenne, fegyvert szegezett Sekura tábornokra és hátba lőtte őt. Aztán a többiek is tüzet nyitottak a Jedire és ezzel ki is végezték azt. Bly, mint sok más klón is folytatta a szolgálatot a birodalom berkeiben. Igazából ez volt nekik csak, ezért lettek teremtve. És amúgy is, a köztársaságnak fogadtak esküt, nem a Jediknek. Palpatine rezsimjének első éveiben Blyt a Jutuskra vezényelték. Itt Bly és CT-6734, vagyis Gully kapcsolatba lépett Palpatine jobb kezével, Lord Vaderrel. Vader aztán a Coruscantra küldte őket, hogy találkozzon a birodalmi hírszerzés embereivel. Két bujkáló egykori Jedi padawan, Ekria és Logan nyomára kellett bukkanniuk. Ahogy a Coruscantra leszálltak, egy robbanás rázta meg a környéket, de Bly még épp észrevette, ahogy egy sikló hajt el a helyszínről. Gyorsan utána mentek hát. Az üldözés közben Ekria kiugrott a siklójából, Logant pedig lefoglalták Vader Nogri őrei, így Blyék könnyen le tudták követni a padawan nyomait. Akárhogy is, Vadernek sikerült előcsalnia Ekriát a bujkálásból, és így Bly parancsnok és emberei tüzet nyithattak rá, mely feltehetőleg ki is oltotta az egykori padawan életét. Ekkor a másik padawan őrületes haragra gerjedve egy erőlökéssel falhoz csapta a katonákat, akik rögtön eszméletüket vesztették. Ahogy kezdett Bly észhez térni, azt látta, hogy Vader és Logan párbajoznak. Egy adandó alkalommal a megfelelő pillanatban pedig Bly tüzet nyitott a padawanra. Egy találat elég is volt. Vader pedig kapva a pillanatnyi alkalmon azonnal leszúrta az egykori Jedi taloncot. Így aztán végeztek hát vele is. Vader gratulált Bly parancsnoknak, amiért az sikeresen elvégezte a feladatot. Ezután, hogy meddig szolgált a birodalom berkeiben, vagy hogy is veszett végül oda, nem tudni. Talán beválasztották a Dark Trooper projekt Zero-ba, mivel olyan gyorsan öregedett, lehet, hogy végül nyugdíjba vonult. Egyáltalán volt ilyen lehetőségük a klónoknak? Esetleg ő is visszament a Kaminóra, mint Cody? Nos, nem tudni egyenlőre, jelenleg élete alkonya még homályos sajnos. Eleinte Bly egy standard Phase 1-es páncélt viselt, melyen jó pár módosítás lett végrehajtva.
Köztük volt Akama, mely ugye a rangját is jelölte, továbbá Ark válvédő és a sisakra erősített polarizált makrotávcső. Fő fegyvere egy pár Krayt gyöngyberakásos DC-17-es kézisugárvető volt, mellyel kiválóan bánt. Ezek mellett pedig gyakran lehetett látni DC-15A, valamint DC-15S sugárvetőkkel is. Ritkább esetekben pedig még jetpacket is használt. Valamikor az új Holsize-i ütközet után cserélte le ő is a Phase 1-es páncélt az újabb Phase 2-es modellre. Széleskörű ismeretekkel rendelkezett fegyveres és pusztakezes harcstílusokban, vezetői képességei pengéjesek voltak, és ezen túl még a taktikai és katonai érzékei is kiemelkedőnek számítottak. Nos, kedves rajongók, ennyi lett volna a CC-5052, vagyis Blight parancsnok története. Tudom én is, hogy a videó alatt a bevetéseit elnagyoltam és nem részleteztem rendesen, de azért egy-egy akciót igyekeztem részletesen leírni a kánonból és a legendákból is. A többi akció másokhoz is tartozik, és így már komplexebb sztorit kellett volna elmagyaráznom, úgyhogy annak nem biztos, hogy sok köze van Blight parancsnokhoz. Ez a videó pedig róla szólt. A klónokat bemutató videósorozat most ketté szakadt ezzel a videóval. Tehát most meg fogom még majd csinálni Alpha történetét is, mellette pedig még Rex századosét is, és csak utána lehet majd szavazni, hogy ki legyen a következő. Viszont akkor pedig a mai szavazás, amit említettem. Szóval, érdekelne, hogy zavarná titeket, ha néha a fő videók mellett, ami ugye minden este 18:00-kor jelenik meg, néha heti 1-2-3 alkalommal megjelennének ilyen rövidebb, 2-3 perces leírások is. Rengeteg téma van, ami nem ad ki egy hosszabb videót, és nincs is értelme húzni őket. Ilyenek a fegyvergyártó vállalatok például, akikről csak pár mondatban, 1-2 percben lehet maximum beszélni érdemlegesen, valamint persze ezen kívül rengeteg olyan videótéma van még, amiknek a terjedelme csak ennyit adnak ki. Szóval, akkor a kérdés az, hogy legyenek-e ilyen rövidebb extra info videók. Kérlek, a fehér betűre kattintva közöljétek velem, hogy mi a véleményetek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ne feledjétek, hogy várlak titeket holnap is. Remélem, elnyerte a videó tetszésedet. Amennyiben igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Valamint, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejts el kattintani a kis harangikonra sem, hogy értesülj ezen túl a legfrissebb tartalmakról azonnal. Így biztosan nem maradsz le majd semmiről. Ha van lehetőséged, akkor oszd meg a videót bátran, ahol csak szeretnéd, valamint keresd fel az Akadémiát Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, az erő legyen veletek!